földön, a te tanítványaiddal a tengeren voltál, Uram, és megengedted a vihart, de megtartottad a te tieidet, megmutattad a te hatalmadat, megmutattad a te nagyságodat, lecsendesítetted a vihart, és most Uram, ez a kis gyülekezet is egy ilyen viharba került, de Uram, te jól ismered a helyzetet, látod, Uram, hogy itt maradt a kis gyülekezet, imaház nélkül, összejöveteli hely nélkül, és Uram, köszönöm neked azt, hogy az én drága testvéreim mégis itt vannak, összegyűltek, és Uram, ahogyan az első keresztények összegyűltek házaknál, és megáldottad őket, így számíthatunk most mi, Uram, a te áldásaidra. Dicsőség neked, Uram, hogy elkészítetted az üzenetet, add, hogy kinyissuk a mi szívünket a te üzeneted előtt, igéd előtt, hogy betöltsék bennünket, és használjál, Uram, bennünket a te kezedben. Ha, Uram, meg kell alázzuk magunkat, bocsánatot kell kérünk tőled bűneinkért, akkor jövünk hozzád, könyörülj meg rajtunk, hogy fel tudjál bennünket emelni, hogy újra fel tudj bennünket állítani, hogy békesség, csend és öröm legyen, Uram, a mi szívünkbe és a gyülekezet életébe. Így hozzuk elébéd, Uram, a lakáskérdést is, az imaház kérdését is. Járj előttünk, Uram, és munkáljad azoknak a szívét, akik megkeményedtek, akik mostan, Uram, vissza akarnak vágni, kérünk tégedet, csendesítsd az ő szívöket, adj békességet, és jó indulatot, Uram.